akkor kell a akkor 20 előtte 15-kor kicsöngessem. Kicsöngessem, hogy ezt a kabarát tudod, de most akkor mutogassam meg. Szóval ők használnak néhány kérdésem lesz, hogy használnak táblázatokat, följegyzéseket, vázlatot írnak. Kell készíteni kis szöveges értékelést, jelentést? Na nem fog tárgyalni, hogy tagadjanak, mert mindent, ami arra utal. Nagyon szépen emlékeztetek. A kedves ifjú hölgyek és urak, néhány perccel ezelőtt Széchenyi idézték meg egy nagyon sajátos és élményt sugárzó összeállítással. Nagyon köszönöm ezt az iskolának, mert valóban egy sajátos műfaj ez. Megidézni a munkat, akár néhány hetes munkat, akár néhány esztendős, akár néhány évszázados munkat megidézni. Nyissuk ki a tankönyvünket. Ugye a tananyagunk a első világában egy kis kérdés, tehát hazánk a 20. század elején részvétel a világháború. Ott a baloldalon látjuk egy képet, ki az a vállalkozó, hogy mit lát a képen. Keresse meg azt, hogy éljen a király, az a kép. Ott a vagonon. Megtalálta? Baloldalt, oldalszám 178, megvan a kép? Na kiválasz, hogy mit látsz a kép? Mit látsz? Ebben az időben született az a vicc, mit jelent meg Békéssek a környékén a helyi újságban, hogy Puska megy a háborúba, mellett a sír, a felesége, Naviska. Sír, sírdogál, Puska pedig vigasztalja. Már ott van a vonatnál, akkor aztán a Naviska, a zárnak is a könnyek, Puska vigasztalja. Összáll a vonatban, Puska, és a néz ki az ablakon, és hát maga is, hogy teljesen magán kívül zokog. Hát elmény, azt mondja, végül Puska. De mesélj már annyira. Hát találok én magamnak másokat. Jó kedvűen indultakat mondjuk a háború elején. Aztán egy másik képet megnézni, nyilván látunk másfajta érzéseket, gondolatokat, alapotunk. Nyilván a fronton a katonákat látjuk, hát nem éppen Milán ábrázattal. És itt a 181. oldalok pedig igen mondják. Kapodunk vissza a vízó, éljen a király pedig, aki éppen hány műsegedek akarnak látni. Tessék, 25. 30 éves. 20-30 éves. Mikor született?
Mondjuk 25 évesek van igazán. Na, 25 éves, mikor igen, hogy mikor történt az első világháború. 14-ben, akkor számunk vissza 25-öt. 1889. Kérem szépen, az én nagyapám előtte három esztendővel született, 1886. Itt a bölgek urat, hogy dédapja született, vagy ükapja született, ez a bőtár. Aki ekkor született, ma hány esztendő? Mondjuk, aki... Hát igen, ez nem biztos, hogy tudna beszélni erről a korszakról, hiszen már az emberi életkezésük határon is van, és egy-két ember van, ugye a világon át, 110 esztendő, utána ugye a Magyarországon, Kárpát-medencében, hogy túlélni ezt a korszakot. Mégis ki tudna visszaemlékezni az első világháború és a század elő Magyarországára, az első világháború is időszakban? Az akkor volt gyerek. Hány esztendő? Mondjuk 14-ben József Attila hány esztendő volt? 1914-ben József Attila. Ekkor született József Attila. Hány esztendő volt az első világháború? 9 esztendő. Amikor megismerkedtek az illetével, akkor nagyon érdekes lesz fölvillantani azt az időszakot, a 9 éves József Attila, hogy gondolkodik, illetve a környezete, hogy emlékszik vissza erre az időszakot. Aztán a 13-14 esztendő is József Attila, hogy éli meg ezt az időszakot. Igen, vidáman indultak a tanulmányok a tanulmányokat. Aztán érdekes már a világháború első esztendőjében, a nagy háború első esztendőjében, az orvosfronton, hogy Móri Zsigmond fölidéz az orvosfrontról egy kis történetet, amiben elbeszélés lett aztán, az a címe az orvos. János szól, ott a Tisza által él, 20 esztendős, és ott hagyta Mariskáját a faluban, és a János, ez mint azt mondtam, egy nagy roham után már sikerült az orvosokat visszaszorítani, és a halottak úgy helyeztek a földön a csapatvédelmén szeptember elején a Göbötínyen, ott a gazban a fejek látható képekkel mondjuk, hogy érzékeltek ezt, és hogy János tovább köpülkékkel fogva megyek a csatatéren, élőt keres, sebesült el, mert ez van kiadva a parancsban, hogy sebesült el. És ha ellenség, akkor is hát sebesült el, ezt mindig kell gyújtani. De néha a csatatér itt-ott egy-egy elfúló törgés az élet, a stábló élet utolsó hangja, amikor városra működik, amellett, amikor közelében egy orosz tiszt meggyászolja a sokos állapotban magához tér, szétlőve teste, de élet van még benne, és föl jajdul, János ott megfogadja, de vagy elereszti a lóa, szép az a kép, hogy Móri szívja a halottak hóna alól füvet legyen. És az orvos tiszt elborzult arca és elborult szemmel néz maga elé, hiszen fájdalmában nem tudja, hogy egyáltalán mi történt vele. Tudom, hogy a magyar az ellenség János és a fejét megtámasztja. Próbálja följebb, és előveszi a kulacsát, kis pálinkát ad neki. És az orosz kezd magához térni, akkor meglátja, és az ellenség
és ahogy a János itt próbálja a felhívást a szájához megöltetni, a nyugatlan pillanatban az fegyverét megoldalít előre másolat, meg állít. János ezt fölfogja, elkapja a fejét, a lövedékkel, megy mellette, akkor hirtelen mindám, hogy a magyar katona maga visszalát János arcán, meg kellene folytatni, el kellene taposítani a férjét. Hát mit csinálsz? Hát én most nem ellenség vagyok, segíteni akarok. Következő pillanatban Jánosból és a tiszaláti világ, az egyszerű áttekintető, fagaszti világ világtól. Ez is nekem miért ellenségem, és ő nem tudhatja, és csak megszólal, hogy hát pálinka ez, úgy ki az anyád keresztjét párhozik neki, és tölti a pálinkát az arcához, szájához, és akkor átadja. Nem csak folytatál, hogy kétség is tudjuk. 14 késő részén vagyunk, a dolgozfőm attól, ez a felismerés már, azért megjelenik, hogy most miért ellensége? Egyáltalán dühös a magyar, az a baka, mondta, tegelet baka, hogy hát igen, hazámat védem, de meddig is hogyan, és mi lesz utána, és hogyan? Emlékezzünk vissza, hiszen tanítáltuk ezt a kis kérdés, hogy ugye a Dunat vissza elnézést, azt sem kicsit torzul legyen, de ugye hány front is alakult ki a tankönyvben is kívül. Az egyik ugye a szerb front, szerb, a megállt kutya Szerbia csatakiáltással, vilámai, a újra induló katonái, a szerb front, aztán kialakul a aztán az olasz front, és a Dunafront, igen. Jól tudjuk azt, hogy a szerb front egy másfél esztendő, aztán a balkáni fronton már magyarok nincsenek, de 16-an már nincsenek, és jelentős mennyiségben katonák, viszont annál többen a kérdésnél, a Gorlicei áttörésnél sikerül az oroszokat visszaszorítani, de aztán egészen 12 végéig bizony ez egy nagyon keserű. Sok-sok magyar áldozat is követelőt van. Az olasz front Olaszország kezdetben szövetséges, aztán átáll az Antant oldalára, és itt a piára melyik folyó? Mellett egy három távon van az és a román front, 15-ben a románok, ők is kezdetben semlegesek, de a titkos harcot már 12-13-ban a franciákkal megkötötték, megvárták így a magyarok az orvosi fronton, a szerb fronton, és egyáltalán alig magad katona az országban, amikor a románok 400 ezer katona. Gondoljuk csak a 400 ezer katonára támadjuk, és akarják elfoglalni Erdélyt, átlépik a határ, és a magyarok pedig mennyien vannak? 80 ezer. És sikerült visszasorítani, sőt Bukaresti visszakergetni a románokat. Aztán békét jutnak a románok rájú, de alig válják, hogy szép zilánok. Egyrészt a tisztelt magyar románia, másrészt pedig a nemzetiségi mozgalmak szinte szétrobbantják Magyarországot. Szétrobbantják a nagy Magyarországot. Úgy gondolom, hogy erről is beszéltetek, én hoztam egy katonát, csak megmutatni. A nagy Magyarország képét látjuk, hogy térdalékét. Háromszor akkor a Magyarország, és ahogyan levált jól az északi rész felvidék, Kárpátalja, Erdély, Sadély. Hát ekkor a mai Magyarország. Tulajdonképpen az első világháború igazi nagy vesztese az Magyarország.
És ebben a világban, ebben a háborús világban a történészek ellenzés és a tankönyveknek a szövege mögött mindig kell keresni az embert, az élő embert, aki ezt már átélte. A nagypapa, a nagymama, a dédpapa, a dédmama. Tehát ezek az emberek voltak azok, akik nem látták a nagy összefüggéseket, csak ösztönösen tudták azt, hogy az nagyon nagy baj van ebben az országban. Érezték ezt nem csak a költők, írók, művészek, majdani nagy politikusok. Érezte ezt az akkor már nagybeteg Adi ember, aki 1919-ben volt el, és ezekben az esztendőben az utolsó hónapokban nagybeteg volt. De érezte ezt Móricz is mondani. Érezte ezt, aztán valamit a viszont, hogy ami ember az embertelenségben tart. Szívemet a puskatis mondta, szellemet ezer bocsét mondta. Jég a gyűrűk küzdött a gomolt, agyama a kérdőt. És most mégis indító erőm, indítől megintem a földről, hajnal van-e, vagy kopon épél, mindegy, ez úgy csak van belőn, az régen-régen csendben. Ékes magyarnak soha szerte, száz mennyi is fogor sem adhatott, ember az embertelenségben, magyar az üdött magyarságban, újból élő és makas van. Borzalmak kiport ország útján, tetőt, ahogy mindig akartam, tévedtem által a szörnyűbe, milyen baj esett a magyarban, az Isten néha milyen kezdve. És én kell ma oly halottnak, olyan igazán szenvedőnek, ki beteg szívvel tenyvel ülemben. Nagy kincseket, akiket lopnak, megvált eljözdén a szívébe, s vél őrizni egy szebb napot. Ó, minden gyászok beértelek, ó, minden jövőbe féltelek, bár föltámadkozni nem élik, s hogy számom menekülő fajnál. Aztán a rossz irányből szakadván eszembe jut, és eszembe jut. Szívemet a puskatúz nyújtta, szememet ezer rémségét nyújtta, néma dzsín ült buszket orkomon, és agyamat a kérből tötte. És megint élek, kiáltott másért, ember az embertelenségben. Szépen, ha megbeszéltek volna. Valóban az akkor élő emberek embertelen, de léthelyzetekkel kerültek. És próbáltak megfelelni maguk tisztességének, emberségének, mint a magyar kormány volt a fronton, vagy próbált megfelelni maguk tisztességének, emberségének az az ember, akinek a valódi háborús levelet születéről hozta meg. Ebből csak felolvasni egy nagyon fontos hozzám, mert nem arra látom, illetve nézd meg is pedig, ugye? Nagyon szintén kérdés a fétlen változtatni. Kedves jó anyám, mióta visszajöttem, nem akar az idő haladni, nem úgy, mint otthon, a repülő. Olyan hosszú a nap, mintha nem is akarna este lenni. Pedig nincsen semmi bajom már, mert hogy mint csak, hogy otthon nem vagyok. Itt ma délután is nagy eső volt. Rendesen minden nap van eső. Csókolja a szeretett fia, Bálint. Én a Bálint, aki éppen a román fronton van, aki édesanyának kérjelte ki a levetet, képes lapokat, a nagy révre, aki szemelletti nagy révre, ellenőrzik ezeket a távoli képes lapokat itt látni, a ellenőrzésnek a bélyegzőjét, ellenőrzik, hogy nehogy nekem valamilyen titkos dolgokat titkosítsák a fronton, és megbeszélték a családig oly sokan akkor, hogyha azt írják, hogy ez nagy eső van, akkor az azt jelenti, hogy bizony rágyújogot sűrítenek a feje mellett, tehát csata van és harca van, háború van. Következő lesz, kedves jó anyám, nincsen semmi baj, egészséges vagyok. Jó anyának is minden jó és boldog karácsony. Mindenket kívánok. Szegedű csókolókja, Bálint. Következő.
Kedves jó anyám, hála Istennek, nincs semmi bajom. Jól érzem magamat, megyünk befelé Romániába. Itt nap, mint nap, mindig esik az eső. Csókolja szegető fiat, mások. És így tovább a levelek. Érdekesebb a képes lapok, a másik oldal virág, egy család, amivel áldozik ott a frontban, az a magyar katona Pál. Kinek írta ezeket? Ennek a néminek írta. Aki egyébként 92-re és aztán van is megőriztünk egy a mamának a levelét, bármilyen fiának. Nagyon érdekes a levél. Ebből csak egy kis idézetet meg, meg a szabadon idő, hogy látom. Kert nagy réden 1917-29. Kedves fiam, kívánom a jó Istentől, hogy ezen sokaim és jó egészségben találjunk, mint nékem van. Én hála Istennek egészséges vagyok, kedves fiam, tudom véled, hogy ma kaptam meg a 15. lapodat, mert igen megörültem. Kedves fiam, tudatom veled, hogy a szőlő még mindig elég szép. Csak az Isten véget haza segítsen a szüretre. Meg magad is igyekezzél rajta, hogy hazajöhess. Kedves fiam, mindig olyan meleg van. Ölellek, csókollak, én jó édesanyám. Én is üdvözlöm a levélbíró Szabóné. A levelet nem mondom a írta, hanem azt Szabóné, írás tudó Szabóné, meg diktálta a mama, és így ment az alkalmazni. Kedves jó anyám, hála Istennek nincsen bajom, jól érzem magamat, jó anyámnak, és kívánok minden jó szeretni csókolja. Bár 1918 június. 1918 júniusában a kedves Somodi bátyám, írja Bálint Katona, egy tudva gondolom. Igaz-e, hogy a fegyverszünet már létrejött? Itt ezt mondják, hogy igen. Nagyon bízom ebben. Üdv, Bálint. A fegyverszünet szó. Egy másik Bálint. Kedves komám, dátum, figyeljünk jól, 1918. november 18. Két nap alatt előtt kiáltották ki a köztársaságot. De milyen érdekes, semmi nincs erről a levélben. Tehát mással foglalkoztak az embereket. Igen, köztársaság, majd meglátjuk, mi lesz. Kedves komám, legázva magamból a tutiport, ha még nem egészen, de nagyon könnyen beleéltem már magamat új életbe. Én már 17. este megkaptam a végelbocsátást. Sejtett, hogy a búcsú az elköszönésnek volt. Nem csak ki szememből könnyed. Te nem jelentkezel itt vagy otthon, és elintézed az ügyet? És aztán tudod, nálam van egy rendbéli civil ruha, melyet még érdemes lesz elhasználod ebben a ruhaiességes világban. És így tovább a levél nem a köztársaságról, nem Károly Mihályról, nem a polgári forradalomról, nem arról, hogy elszakad az ország darabokra szakad, és talán még Magyarország se lesz, hanem hova kell, hova ínséges idő van, és baj van, és a család, és munkahelyet, és mi lesz a gyerekkel, és hol vannak az enyém. Igen, ugye ezt a képet meg azért hoztam egy tábori képes lap. Van rajta egy ilyen, aki ma is él. Habsburgok. Azaz. Habsburgok. Ma is él ez a királyi család, Károly királyi Zita királynő, és ott van a kis Otúka, Otú királyfi, aki ma is él. Hát, ezt is lehet tovább adni, ránézni. Ezt is lehet. Somodi Bálintot láttuk, hogy alul, a alsó középső, ez pedig szintén a mondjam készülések. A kezébe, ha jól látom, egy kutya, igen, egy kutya van, az a Somodi Bálint. Igen, a könnyes, a vidám, a vidámságtól könnyes arcot. A nevető arcokat az első oldalon.
én, akivel hát a végén egészen megtörtént látom. És talán, ha megértjük az akkori az embereknek az életét, a gondolkodását, érzelmeit, akkor nyilván valahol azonosulítunk a gondolkodással. Fogjátok a korlági korlalmat, a szívózás korlalmat. Minden bizonnyal az ember elgondolkodik, hogy jó felé indult el az ország a háborús szörnyűségek után, vagy másképpen kellett volna. Lehet ezen gondolkodni. De tény az tény, hogy nemzeti tanács megalakulás után is a király Károly kezébe adta a hatalmat. Az egyetlen politikai erő volt, ami képes volt egy rövid ideig kezében tartani a hatalmat. De zilálódott szét az ország, és például Mindszenty Vitorlos, aki akkor zalaegerszegi kittantanár, majd plébános, 1919. februárjában fiatal plébánosként, Károly jelenben például, és Károly egyik zalamegyei főispánjával el is fogadja Mindszenty Vitorlos. Mert attól fél, országban sokan attól félnek, hogy egy szélsőséges politikai hatalom veszi át a hatalmat, és az ország teljesen szétvilágulik. Olyan térképet jelentek meg, amiket Magyarország nem is szeretett. Mert északtól a csehek szerettek volna benyomulni, a szerbek közre, tehát a másik területre elfogott volna. A román a Tiszán szerintem határaikat kikerülésztek. Egy kínkígós, semmilyen igazán. Ez a település semmilyen igazán. Sem a polgári fogadalmat, a tanácsköztársaságoknak különösen, mert viszont román voltak ebben az igazán hosszú ideig. Kínkígós, század előn kezdett, tudjátok ezt, hogy a büszkék is lehettek el, a Görögválság kifizették külseiket, és 1950-ben tudom, hogy az artézi kutatott a piasztén, a régi piasztére mikor kérdett, 1960. Én megnéztem a könyvben, 1906-ban, és ez az artézi kút, adta a régi piac téren a kiskóba a vizet, amely a kis tavat aztán rákendezik itt a piacér környékét, akkor megszüntett egy jó kis kocsajázó tó volt, úgy emlékszem a kezdecskéből, amely Mikígyósról szól. Hogy a háború előtti Mikígyós környékén dédszüleitek, vagy nagyszüleitek élték meg ezeket az éveket, 86-an meghaltak meg az első világháborúban, úgy kígyós ember, 86, aki oda veszett, 15 millió ember halt meg az első világháborúban összességben, elképesztő. Mekkora vérvesztesség volt ez Európának, és mekkora vérvesztesség volt ez Magyarországnak, mekkora vérvesztesség volt ez úgy kígyós. 86 életeges, 20 éves férfi ember, az ügyhívósan is. Lasszunk és a gyerekeket maradt tanulva, meg az idősebbeknek. És ami nehéz volt tartalálni ezen a településen is. Amikor bizonytalanná vált a lány termesztés, a kerültés volt a gondos, és már itt ezen a környéken válságon, egyiklági háborúban kivégeztetett, szétbombolt, háborúban vesztett ország sorsa beledöntöttek később a nagyhatalmat, a győztes nagyhatalmat, és ennek következményel Magyarország kihalt, degletét elveszítette. És talán nem véletlen, hogy búcsúzom ezzel a napló bejegyzéssel,
van egy kis időnk, igen. Nem véletlen, hogy az az ember, aki napolját írja, az nem a nyilvánosságnak szánja a gondolatait, nem a médiának, nem akar vele érdemrendeket szegezni, önmagának érzik föl a valóságos gondolatot. Hallgassuk meg, hogy mit ír Somogyi Bálint napoljába. A háborúnak Rúfkák és Mihály nemzetellenes állásfoglalása, ebből kifolyólag a forradalom kitörése és a hadsereg szétűzése miatt vége lett 1917. október 18-án. Ő ezt így érte meg. Történészek már gátlóan mondanak, hogy volt. Majd 1919. március 21-én átadta a hatalmat Kombéláéknak, és ezzel a civilizációnak legnagyobb réme a Vörös Uralom, a proletár diktatúra tűnő hazánkban 1919. augusztus 1-én, mely idő alatt nagy tűzavar felfordulásról a hazában, de különösen Pesten, mint a bolsevizmus főrészkében. Ez év augusztusán Havában az Antant megbízásából a román hadsereg megszállta majdnem egész hazánkat, megszállva tartotta a nagy évet is, 1920. február 28-áig, mely idő alatt a műveletlen csorda teremtelen károkat, rablásokat és üldözést vitt véghez. Ezt élte meg az egyszerű ember. Úgy gondolom, hogy legalább annyira tiszteletben kell tartani az ő érzéseiket, mint aztán a történészek elemzéseit, amely nyilván összességében látja a különféle európai mozgásokat, történéseket, és próbál visszafelé, ha nem is igazságot szolgáltatni, de legalább a valóságot érzékeltetni, azokat a valóságos folyamatokat, amelyek mondom, a nagy politikában a világon megtörténnek. Én azt kívánom nektek, hogy amikor történelmi tanulmányok során, tankönyvben, jelentéseket, olvasmányokat, a történelmi megjegyzéseket figyelembe olvassátok, mindig gondoljatok arra az emberre, aki akkor élt, akinek a sorsa volt a tét, aki aggódott a családjáért, gyermekéért, szüleiért. És ez a beleérző képesség megvan bennünk, ez az empátia készség, akkor talán jobban megértjük visszafelé is a dolgokat, jobban megértjük, ami most körülöttünk történik a világban, jobban megértjük azt a történetet, talán jobban tudjuk rajta igazítani is. Mert ti, itt a hölgyek és urak most 14 évesen, 50 év múlva is dolgozik, 64 évesen ezt tegyük össze. Hányban lesz az? Hányba lesz a 50 év múlva? Mi lesz a 2000? Kérem szépen 2000 megmondani, és akkor még fiatal politikusok lesznek. 64 éves kor még miniszterelnökök vannak, 64 évesek. Polgármesterek, jelöltek vannak az országban. Még életerős, életteli, a hölgy tapasztalatokkal megállít emberek és hölgyek. 64 hiszen. 2048-ban lesz tekenünk is. És lám, szinte másfél évszázadig fog állni az emlékezetek, a közvetlen emlékezetek. Hiszen nagyszületek, szüleitek tud beszélni erről a korszakról, mert annyira közvetlen élményként élték meg a nagyapákat. És ti majd, 64 évesen, tudtok beszélni egy század végéről, de tudtok beszélni a szüleitek, nagyszüleitek, nyakán végszülők emlékeiből egy század első évtizedéből. Közel 150 esztendet így átkarolom. Így átgondolom. Ha én ürítkedem, ez tívus ürítség, tehát a képható ürítség van, a sárga ürítség, a tívus ürítség. A sárga ürítség az csúcs. A tívus ürítség az az, amikor az ember szegetnek, ahhoz hasonló lenni.
és szeretné ugyanaz, de nem úgy, hogy dögöljen meg a másik tehernek, hanem úgy, hogy jó lenne ezt nekem is elérni, és eljutni oda. És én Téva segítséggel nézem például a népfőiskolátokat, a Lipoly Arnold népfőiskolának tökíteni. Fantasztikus lehetőség, hogy valóban annyit tudunk környezetnek a módja, hogy jelen legyen. Büszkék lehetek arra, hogy itt egy ilyen környezet kezd kialakulni egy hívás. Fényes elek, egy éjszaka, amikor készültem hozzátok, megnéztem fényes elek, geográfiai szótárát, hogy itt ilyen hívós elek. Megértem, mert úgy hívós, hogy nem volt benne. Aztán két hostán megtaláltam, 1852-ben azt írja, hogy a csuda, aztán a csuda temploma van. És nagyon szép ez a környék, kastélya környezetével. Csuda helyen volt tegyek. Végizzétek a munkát, figyelzetek a jelenre, alapítsátok, ezt kívánom a szerintem. Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szép